Sziasztok! Vicuska vagyok. Fogadjátok szeretettel a 138-as leckémet. Hát, nem tudom, hogy mi fog kisülni még belőle, őszintén megmondom, mert akárhányszor csinálom, mindig más lesz belőle, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Meglátjuk. Tehát, ezzel a kékkel beöntjük az előre kiválasztott kékkel, utána pedig veszünk egy réteg új üres, mint amit megszoktátok tőlem, és azt pedig ezzel a világos kékkel beöntjük. És amikor ezzel készen vagyunk, akkor megyek a szűrőkre, a fotomaszkra. Na most a fotomasznál kétféle módszer lehetséges. Az egyik a világosabb rész, itt mellette, a másik pedig a sötét. Én a sötétebb részt választom, úgyhogy az árnyék legyen sötét itt mellette, tehát úgy gondoljátok el, ti is. És akkor utána réteg egyesítés az előző réteggel. Amikor egyesítettem az előző réteggel, szűrők, domborítás. Szép kis domborítást adtunk neki, kettőt már nem bír el. Na most, ha van olyan, most ez egy jó, tehát ez egy praktika, vagy egy jó gondolat felétek, hogyha nem tudsz már mit kezdeni magaddal, és szeretnél valami gyönyörű effektet készíteni, na hát ebből lehet. Hogyan is kezdesz hozzá? Bármit ki lehet vágni, bármit le lehet képezni, bármit. Most például kivágunk, megyünk ide a kijelölésre, és a téglalapra, és akkor fogod, és ugye ezt itt kivágod, ezt, és akkor másolás, ide beilleszted a szürke részbe, látod, itt van, hát nem a legjobb lett a kivágás, még egyszer visszamegyek, és amikor még megvan a kijelölés, akkor így lejjebb húzod, tehát fogod, és gyakorlod, másolás, megnézed, jó lesz-e. Ez most már talán jó lesz, mellette nincs semmi, semmi gond. Na most egy pillanatra leteszed, vagy inkább megszünteted a kijelölést, ide teszed a háta mögé. Most a következőt teszed. Ezt az alsó hátteret megkettőzöd, réteg megkettőz. Amikor megkettőzted, akkor megfordítod a felsőt, és itt az átlátszatlanságnál leviszed, mondjuk 50 vagy 60 százalékra, 60-ra. És látjátok, mit kaptatok. Hogyha bezárod a felső szemet, meglátod, mit kaptál. Tehát kinyitod, mit kaptál. Na most réteg, egyesítés az előző réteggel, és ennek is adsz egy kis domborítást. Amikor ezzel készen vagy, akkor adsz neki egy kis globelint. Hát érdekes dolgok születnek itt meg, mert itt fehér lett a széle, de nem baj, meglátjuk, hogy itt fehér lett a széle, hogyha egy kicsit világosabbat veszek, nem tudom, hogy miért lett fehér a széle. Talán a sok domborítástól, tehát nagyon figyeljünk rá, kétszer domborítottuk meg, de egyszer is elég lesz. Na, nézzünk, csak menjünk vissza. Réteg egyesít, mint az előző réteggel, és egy domborítás, szűrők, domborítás. Nem, hanem mérsékelt, ugyanis már megint nem lett jó. Tehát most, ugye szűrők, leképezés, globelin. Most már talán jobb lett, de még most sem. De nem baj. Na most veszünk egy kicsit világosabbat, mert nem akarjuk ezt annyira elsötétíteni. Ötös. Szélesség. Na jó lesz ez így, ahogy van, és oké, leokézzük. Tehát ez az alapunk. Na most erre veszünk egy réteg új ürest. Azért, hogy tudjunk dolgozni, és beöntjük ezzel a kékkel. Na most ez azért van, hogy tudjunk dolgozni, ugyanis az effektet ezután fogjuk megcsinálni, és hogy tudjunk dolgozni, muszáj egy ilyen, mert nem látunk, tehát hogyha ezt becsukom, ezzel nem tudsz dolgozni, tehát látható. És akkor ilyeneket szoktam csinálni, hogy teszek rá, és akkor végül kitörlöm, amikor már készen vagyok, amit szeretnék. Most ezt itt behelyezem, szerkesztés, másolás,
Erre a felsőre szerkesztés, beillesztés. Na most próbálom jobb gomb szabad átalakítás 45-10-re. Próbálsz 45-10. 45-10. Ja Istenem! Nagyon nehéz beállítani. Legfeljebb, na most sikerült. 45-10-re, és még egy picit lekicsinyített, hogy tudják dolgozni. Tehát az rajta függ, az senki máson nem. Na most lehet, hogy jobb lesz, hogyha adunk neki egy kis árnyékot, nem tudom. Réteg, beállítások, árnyék, én már nagyon sokat filóztam rajta. Ezen a leckén már nagyon sokat filóztam, és nagyon sokat, őszintén megmondom, nagyon sokat gyakoroltam. Hát nem tudom, réteg megkettőz, és amikor megkettőzted, akkor fogod, aztán itt szépen beállogatod, nézed ezt a kis távolságot, itt ezt, meg itt, és akkor be tudod állítani szépen magadnak. Réteg megkettőz, megint mész feljebb, ezt is nézed, ugye? Hát, hogyha nem jól van, nem gond. Egyesítés az előző réteggel, jobb gomb, tehát itt vagyunk, készen van az egyik effektünk. Most a következő, réteg megkettőz, és ezt egy vízszintes tükröződéssel átdobod. Tudjátok, ez most azért van, mert nem volt semmiféle effektünk, és effektet készítünk magunknak. Ebből az egy darab maszkból, ugye, ami itt van alul, ebből vágtuk ki, és hát remélem, hogy nagyon jól fog sikerülni. Na most itt azért figyelünk, mert azért ennek a csücskeit rendesen összerakjuk. Egyesítés jobb gomb, egyesítés az előző réteggel, és akkor réteg megkettőz. És ezt azért kell megkettőzni, mert tudjátok azt is nagyon jól, hogy a fotofiltrében a Muramester, na most itt figyelsz, hogy ez a távolság, tudjátok, hogy ez jó legyen. A fotofiltrében a Muramester nagyon nem szokott sikerülni, és hát próbálom ezt most így, hogyha ezt most így nem csináltam volna meg, akkor ez nem jöhetett volna létre, amit most készítek. Tehát jobb gomb, egyesítés az előző réteggel. Most akkor ezt itt megfordítom. Egy függőleges tükrözéssel még egy kicsit lekicsinyítem. Szabad átalakítás, és akkor láthatom, hogy mit is dolgozom. Na most önmagába is ez már nagyon szép lenne. Tehát lehet vele kezdeni bármit. Akár így összerakni. De én nem elégszek meg ezzel, tudjátok, milyen vagyok. Tehát próbálok, szűrők, hát most aztán ugrik a hal a vízbe, mert ugye nem biztos, hogy sikerülni fog, amilyet kiterveztem, V-parabóla, karc, én általában ezt szoktam. Hát igen, nem is olyan, amilyet elterveztem, de majd csak lesz belőle valami. Tehát ez itt úgy működik. Látjátok, itt van, szépnek szép, nagyon szép, készítettem, adtam neki árnyékot. Hát nem tudom, ha még egyszer bemuráznánk, tehát V-parabóla kárc, akkor mi történne vele? Nagyon szép így, elméletileg, de ezt a fotofiltrében nem fogja. A fotofiltrében ezt nem fogja utánozni soha. Mindig azon a téren belül. Tehát ezen a téren kívül nem megy a fotofiltrébe. Viszont a korelben ott igen. Tehát ezzel kell, hogy megelégedjünk. Ennyi. Na most ezzel próbálunk itt működni úgy, hogy azért látszódjon ebből is valami. Tehát próbálok itt leradírozni, vagy kivágni. Hát mondjuk itt ezt kivágom. Megyek a kis kivágónkra, a poligonomra, és akkor így ferdén ezt ki fogom majd vágni. Nézzétek, ezt így ferdén kivágom egy az egybe, és egy picit leteszem.
Nyugodtan, és akkor másolás, és kiteszed ide jobb gomb beillesztés új képként. Van egy új képed, ez pedig kitörlöd. Mehet kifele. Na most ugye még egy kicsit hagyjuk ezt a kéket, meglátjuk, mi történik vele. Szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Nézzük meg, hogy mi történik vele. Na most, hogyha ezt így illesztjük be, hát meglátjuk. Réteg megkettőz, tehát egy képem sem egyforma. Egyszerűen nem tudok egyformát készíteni. Nem az, hogy nem tudok készíteni, hanem nem sikerül egyformára. Ezt szeretném, hogyha itt ezek kilátszanának. Tehát úgy csináljátok meg, hogy a széle látszódjon ki, és majd esetleg, ha nem lesz jó, akkor majd más csinálok, ez elég jó. Jónak néz ki, jónak mutatkozik, összevonjuk a rétegeket, egyesít az előző réteggel. Nézzétek, azért ezt lehet feljebb húzni, lejjebb. Tehát lehet vele készíteni bármit most akkor utána. Szűrő globelin. Hát ezt egy kicsit meglobelinezzük. Hát nem tudom, ez sötétebben sokkal jobban néz neki. Szerintem igen. Hű, és akkor a... Igen, és akkor próbálom, megfordítom egy 90 fokos pödrete. Itt van ez a fehércsik, de ezzel nem kell törődni. Igen, sajnos. Hát nem tudom, mit csináljak vele, marad-e így, vagy nem. Hát ezt így le kell kicsinyíteni. Nem, visszamegyek az eredetibe. Tehát így az eredetibe, és réteg megkettőz. És akkor átpördítem, és fogom, és így összeragasztom. És akkor kaptunk egy ilyen szép csipkés szélű valamit, egyesítés az előző réteggel, és most fordítom meg. És akkor most pedig szabad átalakítással fogom, azt kicsit lekicsinyítem, de úgy, hogy a csipkerész látszódjon. Tehát azt úgy tudom megoldani, hogy a csipkerész, leokézom most, hogy a csipkerész, ugye itt fent látszódjon a csipkerész, mert ezem, amíg akarok valamit csinálni, de nem baj, hogyha itt van ez a fehér, majd ezt elintézzük. Tehát szabad átalakítás, még egy picikét leveszünk, hogy a csipkerész látszódjon. Tehát próbálod itt a kijelölést teljesen a szélére tenni, úgy csinálod meg, hogy a kijelölő szélé legyen. Na most, ide húzod a szélére, és egy torzítással, jobb gomb torzítással kihúzod a szélére. Igen, amikor kihúztad a szélére, ugye ez így néz ki. Ez így néz ki, és utána rögzítés. Rögzítés nagyon-nagyon fontos. Mivel, hogyha nem rögzítjük, akkor nem tudunk semmit se csinálni. Réteg, beállítások, árnyék. Próbálunk árnyékot adni neki. Próbáljuk a hármast. Kettest, és itt pedig a... Itt is kisebbet csinálunk neki, mert nem szép az a nagy árnyék. 4-es, 5-ös, 5-ös, 5-öst. Itt pedig a, mondjuk a 3-as, és oké. Tehát készen vagyunk az árnyékkal, meg a globellines kis effektecskénkkel. Nagyon-nagyon szép lett, nagyon örülök neki. Hát most ez maradhat így is, ahogy van. Most már ezzel készen vagyunk, ezt lecsukom. De viszont ezt a kéket kitörlöm. Tehát fogod, jobb gomb, törlés. Na most nézzétek meg, milyen gyönyörű van alatta. Ugye van egy kis virágocskánk, amit fontos, szerkesztés, másolás, amit ugye fontos lenne behelyezni, ide szerkesztés, beillesztés. Beillesztettük, de nem így ám, hanem a 100%-ot levisszük 60-ra, és teljesen beleolvasztjuk a kis kékes dolgunkba, még lehet 55 is, mert nem így fog kinézni, ugyanis ennek is adunk egy kis globellint, szűrők,
leképezés, globellin, és még nem csak azt, hanem egy kis világosabbat adok neki, oké? És még egy kis domborítást. Egy gyönyörű valamit fogunk kapni, gyönyörű domborítás. Hát még talán lehetne egy kicsit szabad átalakítani, picit nagyobbra, és akkor itt is látszik, hogy milyen szép ez a globellin. Ugye, és alul is van globellin, felül is van, mindenhol van. Hát nem tudom, szerintem jó lesz. Na most itt alulra tehetnénk vizet, és akár többféle módszer lehetséges. Tehetünk ide alulra vizet is, tehát fogod ezt itt rákatint, az szűrők, flaming PR flood. És akkor oké, ide raksz vizet. Akár fehéret, akár milyen vizet, még egyszer megmutatom. Flood, és akkor itt a víz, tehát a színe. Ennek a színét próbálod, hát lehet kékes is. Kékes, nem tudom, hogy milyen lesz a kékes víz. Az is jó lesz a kékes víz. Nagyon-nagyon szép. Mert hogyha ezt a felső szemet becsukod, akkor látod a kékes vizet. Kinyitod, látható. Most ezzel lehet többféle módszert csinálni még. Tehát ezzel lehet már elkészíteni a képet, réteg egyesít minden réteggel. Tehát végeredményben készen vagyunk, vagy nem is vagyunk készen. Bocsánat, nem vonjuk össze, mert akarok nektek még egy valamit mutatni, ami hát biztos, hogy jó lesz számunkra, meg mindenki számára. Ezt a virágot vonjuk össze, egyesítés az előző rétegen. Na most adunk neki egy kis keretet. Külső keret, színkezelés, RGB szín, kép, külső keret. 40. Jó, általában mostanában ezt a... Nézzétek, itt nem a legszebb, tehát fogom, aztán majd levágom. Már most meg is teszem, tehát fogom. Ezt itt, ugye felső rétegen állunk, levágom, mert ez nem tetszik nekem így. Tehát fogod, és akkor itt be... Tehát levágod, másolás, beillesztés új képként. Nincsen semmi probléma belőle, valamit eltéveszte, és itt ez törlés. Na most utána fogod, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés, és már ott is van, és már egyforma minden. Tehát hogyha van olyan, hogy eltévesztesz valamit, ne félj, mennyire a rétegre vág le. Ez sem volt jól, tehát levágtuk. Na most. Ugye a világosabb részből adunk keretet, varázspálca, nincs kezelt képpont, mert nem az alsó rétegen voltunk, varázspálca, és akkor a világosabb rétegből adunk neki. Hát szűrők, ugye a leképezés, 3D-s kontúr. Oké. Egy kicsit jó lett talán. Leképezés, 3D-s kontúr, bal felső, mert most a jobb alsó volt. Ja, oké, és akkor fogod, szűrők, ennek is adunk egy kis globellint. Nem tudom, hogy néz ki, mert ugye nem próbáltam, de nem rossz. Egy kis sötétebb globellint gondoltam. Hát, nem tudom. Hát, nem tudom. Megnézem a ferde vonal 1, ferde vonal 2, nem is változik semmit. Ferde vonal 1, de azért változik, és sötétebbet adjatok neki, és már jó is lesz. És készen is van. Na most a következőt teszed. Fogod ezt a kis effektecskédet. Jobb gomb, szabad átalakítás, kimész a szélére. Tehát fogod,
Ilyet még nem csináltunk. Úgy mész ki a szélére, hogy pontosan kimész a szélére. Tehát óvatosan, vigyázva. Nem jó, még most sem jó. Tehát itt legyen a szélén, itt pedig ez a kis aranyos kis csücsök látszódjon. Nagyon nehéz beállítani, az biztos. 113, hát én se tudom nagyon. 112, 100, meglátjuk, 109. Oké, megnézzük, hogy a 109 jó-e. Hát nem jó. Nem jó. Még egy picit kell nagyobbra. 101, 102. Nagyon nehéz. Oké. Na most talán sikeredett. És akkor most adunk neki egy kis árnyékot. Réteg, beállítások, és árnyék. És akkor most látjátok, hogy milyen szép is valójában. Kihúzzuk a szélére. És ez a fekete árnyék, ez elég jó neki. Hát mondjuk nem kellene neki 7-es, csak 4-es, ez pedig 3-as. Oké. Na most kaptunk egy gyönyörű szép képet, ami önmagában is már nagyon szép, de én még ezt tudnám fokozni, csak most nem akarom. Tehát itt van, látjátok az effektecskénk, ezt akkor készítjük. Tehát a semmiből készítettük, a semmiből. Egy maszkból, igazándiból. Most megnézem, ezeket lecsukom, inkább elmentem az asztalomra. Mert hát, ha még valamikor szükségem lesz rá, most a csajocskánkat keressük meg. Fáj, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Hát ugye keretünk az már van. Azt sem szeretnénk, hogyha a globellint, ugye a globellin nem látszana. Lehet, hogy egy kicsit megnagyítom, csak a lábából veszek le, mert kicsit hosszú lábai vannak szegénynek. És akkor így lesz. Jó. Hát nem tudom. Mert most már a színünk is megváltozott sötét irányba. De azért talán még jó lesz rá. Igen, és akkor nagyon szép kis csajocska, és hát adunk neki egy kis árnyékot. Igen, és a következő, még ide lehetne valami kis virágocskát tenni. Nem, még van egy kis díszecském, úgyhogy még azt ide berakom, nem tudom, hogy melyik az, ez a virág, ez nem az. Ki is csukom, itt a diszem, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Na most ezt egy kicsit kisebbre veszem, mert elég hosszú, meg elég nagy. Jogon szabad átalakítás. Hát nem tudom, hogy esetleg, hogyha kettőt tennék rá, így mondjuk 60%-ra lekicsinyítem, és a kettőt teszek rá, hogy néz ki. Talán jól, nem tudom. Réteg meg kettőz, megnézzük. Megnézzük, hogy néz ki. Ide passzintjuk a másikhoz. Jó, egyesítés az előző réteggel, és akkor feljebb visszük. Mert ugye itt kezdődjön fent. Vagy talán itt, inkább a szélébe. Igen, inkább itt a szélébe. Vagy nem tudom. Nem tudom, hogy hol lenne jobb, szerintem ezen az oldalon lenne jobb. De ezzel is bármit is lehet csinálni, ezzel a szívecskével. Ezzel a szívecskével bármi, bármit lehet csinálni. Például adni neki egy kis árnyékot. Oké, és akkor utána végeredményben készen is vagyunk a leckénkkel. Vagy még esetleg befesteni egy kicsit. Hát nem tudom. Nem tudom, hogy.
Ez már így zöldesbe megy át, de a kislánynak a ruhájához passzol, a kislánynak a ruhájához megy. Jó, és ezzel készen is vagyunk, réteg egyesít minden réteggel. Nem kell más tenni, mint ráírni a vicuska tutoriált. Igen, és veszel egy innen egy ilyen kis jó kéket. Ez jó is lesz ide. Hát, azt nem tudom, hogy hova fogom tenni, mert itt áll legjobban szerintem. Nekem. Esetleg, hogyha rakok rá egy új réteg ürest, és összevonom a két réteget, és megduplázom, réteg megkettőz, réteg megkettőz, és akkor egyesítem a rétegeket, tehát a neveket, és most adok neki egy beállítások, egy árnyékot. Hát, ez nem valami szép. Minuszba megyek el. Minusz egy, és akkor itt is egy. Kette, egyes. Egyes, nagyon jó lett. Oké, tehát ez sikeres volt, viccuska, most csak kitörlöm. Oké, és ezt ugyanúgy megoldom. Próbálom ide. Vagy nem is tudom, hova tegyem. Ide talán. Jó. És akkor ugyanúgy ezt egyesítem az előző réteggel, tehát a vicuska tutoriát. Most adok neki egy új réteg ürest. Egyesítem a felsőt az alsóval, és akkor utána réteg megkettőz, réteg megkettőz. És akkor egyesítés az előző réteggel, egyesítés az előző réteggel, és réteg beállítások árnyék, és pontosan ugyanúgy a mínuszba átmész. Mínusz egy. És itt is az egyesbe átmész, és nagyon szép lesz, és oké. Okay. Réteg, egyesít minden réteggel. És végeredményben készen is vagyunk a leckével, nem kell más tenni, mint elmenteni, fáj, mentés másként, és hát elmented az asztalodra, vé, jépegbe mentés. Hát, ezzel el is készültünk. Köszönöm a figyelmet, további szép napot és jó munkát kívánok a leckéhez. Sziasztok!